Maradunk a zenénél, de műfajilag azért egy egészen más területre merészkedünk. Hamar Zsolt, a Nemzeti Félharmonikusok zeneigazgatója vendégünk. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm. Jó reggelt. Mert egyszerre akartuk nagyon mondani, mondd csak, Robi. Igen, mert ahogy olvastuk, hogy évtizedes adósságát törleszti a Nemzeti Félharmonikusok, amikor Goldmár Károly Falusi Lakodalom című szimfoniát műsorra tűzi. Ez volt ugye kiindulási pontunk, és a Juditta pont arról beszéltünk, de ez milyen érdekes azért, mert Amerikában ezek szerint többen játszák, mint Magyarországon? Általában Goldmár Károly kompozícióira igaz ez az állítás, hogy külföldön többet játszák, Amerikában talán a legtöbbször, és nálunk tulajdonképpen kevesebbet. Mi volt ennek az oka, vagy mi az oka? Tulajdonképpen nem igazán tudom, ugye neki van egy operája, egy nagyon híres operája, ez a Sába királynője, amelyet azért játszunk itthon is, az operaház is játszotta, azt hiszem most épp talán nem, de nem biztos. Én egyébként Goldmár Károllyal, most már lehet, hogy több mint 20 éve kaptam egy felkérést, hogy a hegedű versenyét nem csak hogy karmesterként vezényelnem, kellett, de hanglemezre tudtuk akkor venni, és én szégyeltem, nem ismertem ezt a művet, emiatt ismertem meg, és egy fantasztikusan jó mű egyébként. És aztán pár évvel később Pécset dolgoztam karmesterként, és ott játszottuk ezt a művet, amiről most szó van, a Falusi Lakodalmat, amely, ez már akkor az én döntésem volt, ezt én kikutattam, hogy ez van, és ezt játszani kell. És akkor érdekes volt, mert előtte is megkérdeztük az ottani hallgatóságot, hogy örülnek-e annak, hogy játsszuk, és hát olyan, hát játsszátok. Hát nem tudták, hogy örülnek-e neki, mert gondolom, hogy nem ismerték. Nem ismertek, hát, ön nem ismerte, utána akkor... is megkérdeztük, és nagyon-nagyon ováció volt. Hogy hú, hát ez nagyon jó, hát ezt nem is gondoltuk volna, hogy ezt játszani kell. Úgyhogy egy kicsit ez is benne volt most, hogy itt is eljátsszuk, hát ha ugyanezt történik. Tehát akkor ez egy igazi gyöngyszem, ami méltatlanul kevésre ismert. Goldmár Károly egy fantasztikus szerző, mindent tud a szakmáról, gyönyörű, gyönyörű dallamok jellemzik a zenéjét. Kicsit ez olyan ránk jellemző, nem jól tudunk sáfárkodni az értékeinkkel, azt hiszem. Mesélj egy kicsit nekünk azért erről, akik nem hallották még ezt a szimfóniát, hogy milyen terjedelemben, hozban, játékban, különlegességben. Ez egy nagy romantikus szimfónia, tulajdonképpen a Berliózi program zene modellre épül, ahol a cím és a konkrét helyzetek, amiket ábrázol a zene, talán inkább csak apropó arra, hogy szép dallamokat írjon, hogy fülbemászó muzsikát komponáljon, jó hallgatni, és egyébként játszani is. Ugye a Falusi Lakodalmat, hát mind, ahogy beszéltünk róla, azért sokak számára be kell mutatni, mert nem annyira ismert, viszont Muszaszkinak az egy kiállítás képei, egy jóval ismertebb darab, és ugye ezt is bemutatják majd most. Igen, ez a két mű hangzik el a koncerten. Hát ezt nem kell bemutatni, ezt a művet, elég ismert. Talán annyit az érdekes lehet az érdeklődőknek, hogy ez nem csak a hallgatóknak öröm hallgatni, hanem egyébként nekünk is játszani, ha úgy tetszik, jutalomjáték. Miért? Mert hát ezek a képek, ennek a kiállításnak a képei, amely ugye sok apró tétel a zenében, ezek ilyen zsánerképek, amelyek más-más hangszercsoportnak adnak lehetőséget arra, hogy bemutatkozzon. Uh-huh. Talán az is érdekesség, hogy ennek a kiállításnak a képei, ezek tényleges képek, tehát ilyen, ezek a képek, illetve ezeknek egy része látható, egy Viktor Hartmann nevű, azt hiszem, hogy nem is volt ő egyébként festőművész, hanem belső építész volt, az ő képei, és hogyha ennek a zenének a hát, hogy mondjam, grandiózus mi voltára gondolunk, akkor elég meglepő látni ezeket a képeket, mert ezek ilyen kis, egészen apró kis
kicsit jelentéktelen, nem igazán érdekesnek tűnő képek, de ennek ellenére úgy leszik, ezek hatották meg, vagy ütlették meg Muszorszkit. Ezekhez majd készülnek homokrajzok is? Jó figyeltem? Igen, mi ezt úgy adjuk elő, hogy Cakó Ferenc homok animációjá látja a hallgatóság majd ott élőben. Meg kéne kérdezzem tőle, én úgy emlékszem, hogy én voltam az első, valószínűleg ez nem igaz, de elsők egyike, aki őt annak idején ebbe az irányba bíztatta, hogy élő zenére homok animáljon, nem tudom, azt hiszem, így kell ezt mondani, és ez neki azóta is óriási, óriási sikere, és örülünk, hogy ismét eljön hozzánk. Szimfonikusok előadásánál mennyire jellemző, hogy a vizualitásra is figyelnek? Lehet, hogy csak én nem figyeltem erre eléggé, de mintha ez egy új vonal lenne, hogy ez is minél nagyobb szerepet kapjon. Hát ugye egy olyan korban élünk, amikor az egy információ nem is igazán információ. Önöknek is a képernyőn alul más információ is megy, mert egyébként unalmasra válunk. Talán ez is benne van. Azért alapjában véve egy hangversenytermi koncerten nem nagyon gondolom, hogy feltétlenül kellenek ilyen plusz információk. Ez egy nyári koncert, szabadtéri koncert, és szerintem ez így lesz jó. Még azért egy időpontot, helyszínt mondjunk. Ez június 15-e Margit-sziget. Hát ez itt van a kertek alatt, az jövő hét. Engem az eltomokkal, én mindig nem vagyok szombat. Jó barátság. Jövő hét szombat és Margit-sziget. Ez biztos fantasztikus élmény lesz. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt eljött hozzánk, hogy itt volt nálunk. És ha már képekről beszéltünk, most nekem tudod, milyen kép jutott eszembe veled kapcsolatban? Az, hogy szerintem Robinak most egyik szeme sír, a másik meg nevet. A sír azért, mert holnap már nem én leszek a műsorvezető társad. Akkor mind a kettő Judit. A nevet meg azért, mert holnap Bombera Kriszta várja már majd önöket Kárász Robival. Mi köszönjük, hogy velünk voltak ma reggel. Mindenkinek nagyon szép napot kívánunk. Igen? Mit kívánunk még? Nem tudom. Nem csak olyan sokat mondan nézel rám, hogy... Fantasztikus volt ez az elköszönés. Legyen szép napjuk! Mindenkinek szép napot, viszlát, minden jót!